Sziasztok vízöntők, köszöntelek a csatornámon, Attila Taró. Először is szeretném megköszönni mindazoknak, akik már láttátok az előző videóimat, hogy néztétek, lájkoltátok, különösen ha feliratkoztatok, nagyon-nagyon hálás vagyok érte, és aminek még jobban örülök, hogy újra itt vagy. Ha pedig új vagy a csatornámon, akkor üdvözöllek. Örülök, hogy megtaláltál, és remélem, hogy ez a kirakás mindannyiótoknak a segítségére lesz. Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy 2024-ben milyen energiákat várhatsz havi szinten, és hogy felkészülhess ezekre. Mert igazán a döntés az a tiéd. De mint mindig, ez egy általános kirakás, így igazán figyelj azokra az energiákra, amik jelentősek a számodra, és engedd el a többit. Ebben a videóban is lehetőséged lesz arra, hogy nyerj egy személyes kirakást velem. Annyit kell megtenned, hogy lájkolod a videót, és beírod a kommentbe azt, hogy 2024 lesz a legjobb évem. Ezzel üzenetet küldesz az univerzumnak is, valamint a kommentelők között véletlenszerűen január végén ki fogok választani valakit. De kezdjünk is hozzá. Először is az angyali üdvözletek kártyájával kezdjük, ami neked itt a tisztíts, töröld és engedd el kártya jött ki, tehát kb. Így fordítanám. Ez igazán arról szól, hogy oda kell figyelned az életedben azokra a kapcsolatokra, emberekre, szituációkra, munkahelyre, valamint gondolatokra, amik igazán nem szolgálják a te jólétedet. Tehát itt mindenkinél ez más és más. Nagyon oda kell figyelni azokra a dolgokra, amik negatívan érintenek téged, a te életedet negatívan befolyásolják. Ez igazán, mint mondtam, lehet személyek, lehetnek szituációk, kapcsolatok, de akár gondolatok is. Tehát ez olyan szinten is megjelenthet, hogy amikor viccálsz magad, hogy ó, tudod, én mindig ilyesmi, vagy olyan helyzetbe kerülök bele. Tehát ezzel igazán csak megerősíted azokat a negatív helyzeteket az életedbe. Tehát nagyon fontos, hogy ezeket a gondolatokat, ezeket töröld az életedből, töröld a fejedből, és engedd el őket. Tehát nagyon fontos erre odafigyelni egész évben. Aztán az segítő állatok szelleméből a nyúl jött ki, ami igazán jelzi azt, hogy ez egy nagyon szerencsés időszak a számodra. A nyúl az arról szól, hogy a bőségről, tehát a szaporodást, amikor nagyon sok mindent, nagyon sok bőséget tudsz elérni az életedbe, tehát jelzi, hogy valamilyen pozitív időszak jön el, de nagyon oda kell figyelned arról, hogy a gondolataidat, valamint a negatív dolgokat törlöd az életedből. De nézzük, mit hoznak a tarot havi szinten. Januárban a legfőbb energiádat a kardok királynője írja le, és a kardok és a Kejhek királynője, ami magyarázza, ami érdekes, mert ez egy két nagyon különböző királynőről van szó. A kardok királynője az az, aki nagyon logikus, nagyon okos, és mindent a logika irányával közelíti meg, tehát ő mindenen átlát, nagyon nehéz félrevezetni, mert már nagyon sok mindenen átesett, és igazán ő olyan, aki kimondja a véleményét néha, még ha nagyon kemény is az. A Kejhek királynője pedig nagyon ellentétes, mert ő nagyon érzékeny, odafigyel arra, hogy mások mit éreznek, hogy éreznek, a szívével irányít, a megérzései, a belső hangja az, ami irányítja. Tehát itt két, mint mondtam, nagyon ellentétes energia van, tehát itt lehet, hogy az eszed ezt mondja, a szíved meg azt fogja mondani. Tehát lehet egy olyan helyzetbe leszel, ahol a megérzéseid más fog diktálni, mint az, amit gondolsz. A kardok királynő lehet egy bíró is, tehát lehet néhányan jogi helyzetbe mentek, ahol valaki, aki nagyon jó diplomáciai készségekkel rendelkezik, fog neked segíteni. De nézzük, mit hoz február. Február a fő energiád a kardok 9-es, a magyarázó pedig a csodálatos nap. A kardok 9-es, tehát itt lesz valami, ami úgymond állandóan a fejedbe jár, olyannyira, hogy igazán aludni se tudsz ettől, tehát lehet, hogy februárban lesz egy pár álmatlan éjszakád. Ami a kardok 9-esnél fontos, hogy ezek a negatív gondolatok az, amik kreálják ezt az olyan helyzetet, ahol úgy érzed, mintha egy
egy rémálomba lennél. Ha visszaemlékszel, a legfőbb energiánk az évre az volt, hogy töröld ezeket a negatív gondolatokat, tehát én azt tanácsolom, hogy kezdj el olyan dolgokat gyakorolni, ahol próbálsz a pozitív dolgokra fókuszálni, és ha már most elkezded, akkor igazán meg tudod úszni ezt a februári rémálom helyzetet. De az is lehet, hogyha jogi helyzetbe te mész keresztül, akkor lehet, hogy ez az, ami úgymond aggodalommal tölt el. De ami nagyon fontos, hogy a nap az pozitív. Tehát a nap az mindig valamilyen pozitív dolgot hoz az életedbe, rávilágít a dolgokra, tehát lehet, hogy valami kiderül, ami lehet egy kicsit aggasztani fog, de a nap az általában pozitív változást jelent. És erre igazán a legjobb példa az az, hogy márciusban eljön a Kejhek 3-as, ami az öröm, a boldogságnak a kártyája, amikor valamit megünnepelsz az életedbe. Ez lehet egy mérföldkő, lehet születésnap, keresztelő, házasság, stb. És a legjobb dolog, hogy a magyarázója pedig az érmék 10-es, ami a stabilitásnak a kártyája, a stabilitás, a pénz, a biztonságnak a kártyája, több generációkat is lehet, hogy valami jogi úton pénzhez jutsz, amit márciusban úgymond megünnepelsz, lehet, hogy örökséghez jutsz, lehet az is, hogy jutalmat kapsz, vagy pedig fizetési emelést, vagy valami olyan szerződést, ami nagyon jó hatással van az életedre. Érmék 10-es, lehet házasság, lehet gyerekszületése, keresztelő, tehát itt valami nagyon jó dolog fog történni márciusban. Április a legfőbb energiánk, a Kejhek 2-es, amit az érmék ásza magyaráz. A Kejhek 2-es az a harmónia, az egyensúlynak a kártyája, amikor visszatér ez az életedbe, valamint jelentett valamilyen partner kapcsolatot. Ez lehet személyes kapcsolat, lehet üzleti kapcsolat. Minden esetben olyan kapcsolatról szól, ahol mindkét fél egyenlően jól jár ebből a kapcsolatból, segítik egymást. Párkapcsolatok területén nagyon jó jel arra, hogy a lélektársaddal találkozol, vagy már azzal vagy együtt, de üzleti kapcsolatban is nagyon pozitív, lehet valamilyen szerződés is, amikor aláírsz egy szerződést, lehet házasság is. Tehát minden esetben ez a elkötelezettség, ha személyes, ha pedig üzleti, valamilyen arany lehetőséget hoz az életedbe. Egy olyan lehetőséget, ami hosszú távon stabilitást, bőséget hoz. Ez a bőség lehet pénzügyileg bőség, lehet érzelmileg bőség. Tehát valami olyan dologgal kötelezed el magad, ami bőséget fog hozni az életedbe. De nézzük, miről fog szólni május. Május a legfőbb energiánk, az igazságszolgáltatás, amit pedig az érmék 6-os magyaráz. Tehát az igazságszolgáltatás egyrészt az egyensúlynak a kártyája, amikor sikerül egyensúlyba helyezned az életedet, vagy próbálod egyensúlyozni az életedet, lehet, hogy van valamilyen döntés ebben az időszakban, ami fontos. Ha pedig valamilyen jogi procedúrán mész keresztül, akkor ebben a hónapban valamilyen fontos lépés történik ebben az ügyben, tehát lehet egy olyan döntés születik, ahol megkapod azt, amit érdemelsz, ami pedig attól függ, hogy hogyan viselkedtél. Ami pozitív, hogy itt van az érmék 6-os, ami ugyancsak az egyensúlynak a kártyája, és jelzi azt, hogy valaki, aki hatalmi pozícióban van, az segít neked ebben. Ez lehet egy bíró, lehet az univerzum, ami ugyancsak jelzi, hogy az egyensúlyod visszajön, de az is lehet, hogy ezen a procedúrán keresztül valamilyen pénzhez fogsz jutni. Aztán lehet az is, hogy az igazságszolgáltatás jelentett szerződést is, tehát lehet, hogy egy olyan szerződést írsz alá, ami pénzügyileg nagyon jó lesz a számodra. Jelenthet akár olyan szerződést is, amikor hitelt veszel föl, tehát hogyha befektetőket keresel a vállalkozásodba, vagy szeretnél ingatlant vásárolni, akkor általában lejelenteti azt a szerződést, amit aláírsz, mert az érmék 6-os az jelent ilyen pénzügyi segítséget. Aztán nézzük, miről fog szólni a
június. A június a legfőbb energia, a botok 9-es, és a magyarázó pedig az érmék 9-es, 2-9-es, tehát valami nagyon közel van, hogy elérd. Tehát a botok 9-es jelző, hogy ebben a hónapban nagyon fáradt leszel, nagyon ki leszel merülve valamitől, amin nagyon keményen dolgozol, és úgy érzed, hogy ennek soha nem lesz vége, soha nem fogod elérni azt, amit szeretnél. Tehát fontos ugye megint, hogy a gondolataid mindenképpen pozitívak legyenek, mert a botok 9-es jelzi azt, hogy nagyon közel vagy ahhoz, hogy elérd a célodat, tehát ez az időszak, amikor nem szabad feladni, és az érmék 9-es pedig a pénzügyi stabilitás, a pénzügyi függetlenség kártyája, jelentett pénzügy összeget, fizetésemelést, vállalkozásban nagyon jó, ha a saját vállalkozásodban, mert jelzi azt, hogy pénzügyileg stabil vagy. Tehát az érmék 9-es az, amikor nagyon keményen dolgozol valamiért, és a kemény munkád által eléred azt, amit szeretnél. Tehát itt valami jó fog eljönni neked ebben a hónapban, csak kitartás. Aztán július a legfőbb energiánk megint csak a végítélet, és a magyarázó pedig a kardok lovagja. Tehát végítélet, lehet, hogy ha a jogi vonalon megyünk tovább, akkor valamilyen ítélet születik, ahol végre lezáródik ez a dolog, és a kardok lovagja jelzi, hogy nagyon-nagyon elfoglalt leszel, nagyon sok mindent kell tenned ebben a hónapban. Valamint a végítélet jelenteti azt is, hogy úgymond valamilyen hívást kapsz, hívást arra, hogy valamilyen kötelességedet teljesítsd, felhívás arra, ami az igazi elkötelezettséged, és én igazán azt látom, hogy te rohanni fogsz ebbe az új irányba, amit nagyon szeretnél, mert a kardok lovagja az nagyon tetrekész, és igazán valamilyen nagy, hirtelen változás jelent egy olyan változást, amit már nagyon régóta várunk. A végítélet jelenteti azt is, hogy nagyon keményen ítéled meg önmagad, a társad, vagy nagyon keményen ítélnek meg. Néhányatoknak lehet az is, hogy valamilyen értékelésen fogsz részt venni ebben az időszakban a munkahelyeden. Lehet, hogy igazán figyelnek azért, hogy valami, hogy előléptessek, tehát nagyon fontos, hogy jól végezd a munkádat ebben az időszakban. Aztán nézzük augusztus. Augusztus a fő energiánk a hold, amit az erő kártyája magyaráz. Tehát itt ebben az időszakban, augusztusban lehet, hogy egy kicsit bizonytalanabb leszel, mert a hold az a bizonytalanságnak a kártyája. Amikor nem látunk tisztán, lehet, hogy van valami titok, amiről nem tudsz, lehet, hogy igazán csak valami elbizonytalanít. Nagyon fontos ebben az időszakban, hogy figyelj a megérzéseidre, a belső hangodra, és bármilyen bizonytalan helyzetben leszel, az erőkártyája az jelzi azt, hogy nagyon jól fogod kezelni a helyzetet, nagyon magabiztos leszel, még ha bizonytalannak is érzed magad. Aztán nézzük, mit hoz a szeptember fő energiája a kardok 4-es, és a magyarázó pedig az érmék 4-es. 4 az igazán valamilyen stabil helyzetet jelent. Érdekes, hogy itt ezek így feljönnek elég sokszor. Tehát 3-9-esed is van eddig, ami jelzi, hogy nagyon közel állsz valaminek a befejezéséhez. Tehát a kardok 4-es az a gyógyulás, az a pihenésnek a kártyája, a meditálásé is. Tehát lehet, hogy itt néhányan felépültök valamiből, vagy egy olyan helyzeten teszitek túl magatokat, ami nehéz volt, lehet ez a bizonytalan időszakból, egy kicsit pihenni kell. Néhányatoknak lehet az is, hogy akkor elutaztok valahova, hogy kipihenjétek magatokat. Lehet, hogy az érmék 4-es jelzi, hogy oda fogsz figyelni arra, hogy mi az, ami, mennyi pénzt költesz, mert ő egy kicsit azért fukar. De az érmék 4-es jelezheti azt is, hogy vannak olyan dolgok, amiről nem tudsz, ami titokban van tartva előtted, de jelentheti azt is, hogy úgymond nem engedsz el olyan dolgokat az életedből, amik a múltba történtek, de lehet akár valamilyen féltékenységnek is a jele. De nézzük, miről fog szólni
Az október főenergiája az az érmék hetes, a magyarázó pedig a kardok apródja. Tehát az érmék hetes az arról szól, hogy igazán elemzed az életedet, hogy amiben nagyon sok energiát, munkát fektettél, az meghozza az eredményét, ez lehet kapcsolat, lehet munka, lehet vállalkozás. Tehát itt elszámolást tartasz magadba, úgymond. Ami általában ezt a kártyát jelzi, azt is, hogy a kemény munkád végre meghozza a gyümölcsét. Ez igazán a türelemnek is a kártyája, mert a kardok apródja az jelentett, hogy lesz valami üzenet, amire vársz valami hír, ami igazán késni fog, tehát úgy érzem, hogy ez a hír, ez valaminek az eredményéről fog szólni. Lehet egy vizsga eredménye, lehet egy vállalkozás, egy üzletnek az eredménye, egy kapcsolatnak az eredménye. Tehát lehet, hogy valamire várnod kell, de igazán amikor ez bejön, az jelzi azt, hogy eléred azt, amit szeretnél, csak egy kicsit türelemre lesz szükséged ebben a hónapban. De nézzük, mit hoz november. November az a legfőbb energia, az az érmék lovagja, a magyarázó pedig a kardok hetes. Tehát az érmék lovagja az általában jelentett valamilyen pénzügyi ajánlatot, munkaajánlat, lakásajánlat. Tehát valami, amin úgy gondolom, hogy lesz itt valami, amiben titkon fogsz dolgozni, mert a kardok hetes az jelzi azt, hogy valami olyat csinálsz, amit nem akarsz mindenkinek elmondani. Lehet, hogy állást keresel, lehet, hogy valami üzleten dolgozol, ami egy kicsit hosszabb ideig fog tartani, mert ugye itt van mind a türelem kártyája, az érmék hetes, valamint a kardok lovagja az nem a leggyorsabb kártya, tehát itt türelemre van szükség, de amikor az behozza az eredményét, akkor biztos eredményt jelent. Tehát lehet, hogy itt ebben az időszakban megkapsz egy állást, egy üzletet, amit titokban folytatsz. De nézzük, mit hoz a december, de előtte ne felejts el lájkolni, megosztani, valamint feliratkozni. Azzal mindenképpen jelzed azt, hogy ez a kirakás segített, és te is segítesz nekem abban, hogy minél több emberhez eljusson az üzenet, akiknek szükségük van rá. Neked ez csak egy gombnyomásba kerül. Remélem, hogy már meg is nyomtad mind a like és a feliratkozás gombokat, és ne felejts el beírni a kommentbe azt, hogy 2024 lesz a legjobb évem. Ezzel lehetőséged lesz arra, hogy nyerj egy személyes kirakást velem. De nézzük, mit hoz a december. A december utolsó kártyája az az érmék 9-es, ami a boldogság, az ünneplésnek a kártyája, amikor úgymond az álmaid valóra válnak, és a kívánságot teljesül, tehát ez nagyon pozitív kártya, nagyon jól fogod zárni az évet, és a magyarázó kártyánk pedig a kelyhek királya, ami az egyensúlynak a kártyája, jelenthet egy személyt, aki segít neked abba, hogy megvalósítsd az álmod. Lehet, hogy az az álmod, hogy vezető szerepbe légy, lehet, hogy valakinek segíteni fogsz az az álmod. Tehát bármit szeretnél elérni, én úgy érzem, hogy decemberben valóra fognak válni az álmaid. Tehát ez egy nagyon jó kirakás, nagyon jól fog végződni az év. Remélem, hogy ez a kirakás tetszett. Mindannyiótoknak kívánok egy nagyon boldog, egészséges és pénzügyekben gazdag 2024-et. Remélem, hogy mindannyiótoknak valóra válik az álma, és remélem, hogy 2024-ben is üdvözölhetlek.